Vereség a hollandoktól a női vízilabda világliga hazai selejtezőjén, de a magyar válogatott ott lesz az Európa Kupa hatos döntőjében és a budapesti világliga szuper is idén, ahonnan egyébként majd Tokióba vezethet az út, vendégünk az UVS-ével pedig Euróliga negyeddöntőre készülő Szűcs Gabriela. Szia, jó reggelt, kívánok. jó reggelt kívánok! Ez egy fájó visszavágás volt a hollandoktól a januáriért? Azért volt fájó, mert a maga saját teljesítményünk volt a fájó. Uh, ahogy a mérkőzés kezdtük, és ahogy igazából az egész menete zajlott, nyilván nem vagyunk elégedettek, és ez, ami, ami ugye nem tölt el túl nagy boldogsága minket. Hát mert hogy ezt a meccset lehet azt mondani, hogy az első negyed miatt veszítettétek el, nem? Ez így van. Az az, az, az első negyed, illetve első másfél negyed, az ö, rányomta a bélyegét gyakorlatilag az egész meccsre, hiszen folyamatosan a hátányunkat kellett ledolgozni, és ez egyrészt sok energiát is felemész, hogy mindig futni kell az eredmény után, másrészt meg ugye az van bennünk, hogy, hogy most akkor úristen, mi lesz, és akkor ilyenkor már kapkodóbb is a játék. De szerencsére a energiát is fogyasztja Igen, ránosan. de szerencsére azért ö, összekaptuk magunkat, és... Ö, sikerült fel visszajönni, de ez nem volt elég. Nem, hát ebből azért egy szoros, egy gúlos vereség lett, de hát mondhatjuk azt is, hogy mintha kicsit későn érkeztetek volna meg a medencébe ott az elején? Igen, ez, ez így van, valahogy fejben még, még nem voltunk ott, látszott, hogy olyan hibákat csináltunk, amikre külön felhívtuk a figyelmet, és mindig egy kicsit így késve is értünk oda emberekre, illetve az egésznek a lendülete nem volt meg. Az, hogy ez nem így folytatódott, hála jó Istennek, hanem utána szorossá vált a végén, az, az hol meg mind fordult, meg hogyan kaptátok össze magatokat? Azt nem tudnám most megmondani hirtelen, mi volt a fordulópont, az biztos, hogy hát ott már jött az a csak azért is, ne csináljuk már ezt, de a konkrét fordulópontot nem tudnám megmondani, mindenképpen Kellett az, hogy például uh, Tóth Eszter helyett uh, a uh, ugrat vízbe, és uh, elkapta rögtön a fonalat. Úgyhogy az mindenképpen kellett ahhoz, hogy a védekezésünket stabilizálni tudtuk, és uh, ebből, mint ahogy szokott lenni, hogyha a hátul jól működnek a dolgok, akkor már elől is jobban megy. Ebben már a támadásaink is jobban működtek. Ilyenkor a kapitány dűből is diktálja a fordulatot? Persze, illetve hát mindenkiben benne van, hogy, hogy, szerintem ott leginkább saját magunkra voltunk dühösek, és ez is benne volt, ezt a úgymond, agressziót is belevittük a, a játékunkba. Te két gólt lőttél, de hogyan érezted magadat ezen a mérkőzésen? Vegyes melyén vannak ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hiszen nekem is elég sikerült az első negyed, mint támadásban, mint pedig védekezésben, de örülök nyilván a két gólomnak, de jobban szerettem volna, hogyha, hogyha már az elején azt a teljesítményt tudom hozni, ami által talán nem tud így ellépni az a holland csapat. Ettől a mérkőzéstől függetlenül ott vagytok már az Európa Kupa hatos döntőjében, hogy rendezőként ez az elő, elején elhangzott a Világliga szuper döntőben is. Hát nem tudom, tudatolat ez is hathatott? Nem hiszem. Igazából beszéltünk erről, hogy, attól függetlenül, hogy ott vagyunk már a a szuper döntőben, mint rendezők, azért az Európa Kupa egy fontos állomás lesz, és nem mindegy, hogy, hogy ott milyen eredményt érünk el, hiszen tavaly nem is sikerült túl most azért szeretnék elő, előbb lépni, és azt, hogy ki a második, ki a harmadik, és hogy kivel játszunk keresztbe, a másik oldalon gyakorlatilag egy olasz, spanyol, görög hármasból teljesen mindegy, hogy kivel játszunk, de ezzel mégis a saját magunk ö, ö, építésében, hogyha gondolkozunk a csapatépítésben, az, az eredményességünkben, az fontos volt ez a mérkőzés, és ezt mindenki tudta. Nevezhetjük ezt még tesztidőszaknak éppen azért, mert hogy ilyen módon a tét nem nyomozhat benneteket, de hát az a tesztidőszakon nagyon sokáig nem tarthat, ha arra gondolunk, hogy erről a szuperdöntőről már lehet kvalifikálni Tokióba egyáltalán nem mondanám már, hogy ezt ezt időszak, ezt Bíró Atilla is kihangsúlyozta a, az EB után, hogy gyakorlatilag a tesztidőszak azzal az Európa-bajnoksággal lezárult. Itt már minden meccsel, minden egyes közös felkészüléssel, edzéssel a, a, kvalifikációra, ugye most az Európa Kupára, aztán pedig a Világligára készülünk, és arra, hogy minél előbb meg legyen a kvalifikáció. Ezt a csoportot most az olaszok vezetik. Az olasz vagy a magyar válogatott a jobb? Hát ilyet nehéz mondani. Igazából, ahogy láttuk, most egy hónap alatt játszottunk, majdnem majd ugyanaz a két csapat játszott egymással, és ég és föld volt a különbség. Ez a, a, éppen az adott napi formától függ. Ahogy ez már így az elmúlt években jól látszódik, Európában azért ott van az a 6-7 csapat, akik, akik egy szinten vannak, úgyhogy ott nehéz megmondani, ki a jobb, ki a rosszabb. Tényleg az adott napi formadöntés, hogy például ki van ott jobban fejben, ki az, aki jobban elkezdi a mérkőzést. Március elején meg lehet majd az olaszok ellen mutatni. Fontos lesz-e az a mérkőzés, kell-e jelzést adni például a riválisoknak? Persze, ebből a szempontból is fontos, hogy milyen, milyen eredményekkel zárunk, illetve hogy milyen képet mutatunk, milyen játékképet mutatunk. Minden mérkőzés fontos, és azt tudtuk is. De mit mondanál most, látva ezeket a mérkőzéseket a nyári nagy feladatok előtt? Hány százalékon áll készenlétben ez a csapat? Van mit tenni még. Tehát azt nem mondom, hogy úgy gondolom, hogy egy kicsit előrébb tartunk már, mint például tavaly ilyenkor. Sőt, de de azért, ahogy látszódik is leginkább ez a hullámzó teljesítmény, amit, amit kezelnünk kell és hogyha a viszonylagos stabilitás megvan, akkor onnan szerintem könnyebb lesz előrébb lépni, de ezt azért nehéz létrehozni, ez a fő feladat. Előrébb tartunk, de azért még messze a vége. Ezen a szuper döntőn, házigazdaként nézve a többieket, hogyan adod a riválisok között az esélyeket arra, hogy tehát a győzelemre, az, hogy meglegyen az első hely valakinek, ami már olimpiai kvalifikációt ér. Hát az európai csapatokról, amit ugye elmondtam, akik ott lesznek azok között, elég kiegyensúlyozott lesz szerintem a teljesítmény. A tengeren túliakkal a világbajnokság óta nem igazán találkoztunk, de azt mindenképpen tudjuk, hogy, a, hogy az Egyesült Államok azért folyamatosan halad előre, és ott van a, a toppont, tehát egyértelműen ők azért esélyesei ennek a, a tornának, de azért ugye mi úgy állunk neki, illetve úgy is kezdtük ezt az egész felkészülést, hogy minél előbb szeretnénk, és nem az, hogy jó, hát úgyis ott az USA, majd akkor az USA után valahogy meg azt a kvalifikációt, nem, mi szeretnénk már akár júniusban ezt megmutatni, hogy igenis képesek vagyunk erre, és az amerikai csapat sem legyőzhetetlen. Úgyhogy ö, mindenképpen ők favoritnak számítanak, de ettől függetlenül tényleg egy szinten vannak a csapatok. Világos győzelemre készültek. A válogatottal is az olaszok jönnek, meg előtt az UVS-ével nektek szintén az Euroliga negyeddöntőben a Padova ellen, pontosan úgy, ahogy tavaly, és ugyanúgy kötelező továbbítás, nem? Kötelező továbbítás, ebben mind nem jöttünk. Itt újja például két éve a kötelező továbbításokból. sokból. Igen, ugyanúgy, mint tavaly. Tavaly az itthoni mérkőzésünk az elég szoros a és de a, a kinti szerencsére tudtuk hozni a, a továbbjutást. Idén azért szeretnénk, hogyha mondjuk már a, mivel itthon kezdünk, hogy itthon egy magabiztos előnyt tudjunk kiharcolni. Ö, de hát kötelező továbbjutásra mondom, ezáltal nem szeretném beszélni. Kemény mes lesz, az biztos. Akkor legyen reményteli továbbjutás, jó Még munkát működj. hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.